Köszöntök mindenkit, aki ma hallgat és néz bennünket. Ma Bence Attila a vendégem, akit nagy tisztelettel köszöntök. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek köztetek. Egy nagyon fontos témát fogunk körbejárni, hiszen a digitális világ egyre több lehetőséget nyújt, de ebben a lehetőségben rengeteg a veszély is. A téma, amit ma boncolgatni fogunk, a kibernet világ, a kibertér, a kiberbiztonság, a kibertér védelme, és mind ezt próbáljuk majd olyan formában leadni a nézőnek, illetve a hallgatónak, hogy érthető legyen, és hasznát is vehesse a mai adásnak. Én úgy gondolom, hogy Attila ma ezekben a lehetőségben bevezet bennünket, és egyben hasznos tippeket is fog adni, hogy ne maradjunk védtelenek ezzel a világgal szemben. Megtiszteltél, hogy eljöttél a stúdiónkba, és vágunk is bele ebbe a témába. És amikor gondolkodtam, hogy hogy is elkezdeni, mind a ketten tudjuk, hogy a házad is az alapoktól kell elkezdeni, tehát tetőt hiába tesszük rá, az összedől. Próbáljuk mi is az alapoknál kezdeni, az alapfogalmaknál, hiszen sokan nem is tudják, hogy mi az a kibernettér, kibernetvilág, és mi az a kibernetika. Tehát kezdjük a kifejezésnél, a fogalomnál, magyarázzuk meg, mi a fogalom, és azután megyünk tovább, okay. Ha lehet így, jó? Rendben. Tessék. A kibernetika, mint fogalom, az viszonylag új keletű. 1948-ban Norbert Wiener, egy matematikus filozófus hozta ezt a szót a köztudatba. Konkrétan egy tudományos irányzatot jelölt meg ezzel a szóval, amely a szabályozás, vezérlés, információ feldolgozással foglalkozik, vagy információ továbbítás törvényeit kutatja. De igazán ez a kibernetika abban az értelemben, amellyel most mi fogunk foglalkozni, tehát a kibernetikai tér elnevezést, azt meglepő módon egy science fiction, vagy ahogy mi szoktuk mondani, sci-fi író hozta a köztudatba. William Gibson 1984-ben megjelent egy könyve, egy regénye, Neuroromanc néven, és ebben a könyvében különböztet meg, amikor írja ugye a történetét, különböztet meg kétfajta világot. Az első világot meat space-nek, tehát hústérnek nevezi, amelyben ugye ő a fizikai világra gondol, tehát ahol az emberek élnek, az emberek között zajlanak bizonyos kommunikációk, interakciók, és a másik pedig ő cyberspace-nek, tehát kibertérnek nevezi ezt a másik teret. Igaz, hogy ez egy science fiction, egy fantáziaregény, de mégis a köztudatba ez a kibertér elnevezés, ez így került be. Természetesen, hogy mit értünk mi a kibertér alatt, az nagyon ezt fontos, hogy most ebben a mai világban mit értünk ez alatt. Tehát van nagyon sok definíció. Talán a legegyszerűbb az, hogyha ez egy úgy nevezzük, mint egy olyan környezet, ahol az interneten az emberek, szoftverek és embereknek a interakciója szoftverekkel, szolgáltatásokkal együtt létrehoz technológiai eszközökön keresztül és a hálózatokon keresztül egy olyan teret, ami fizikailag nem létezik. Na most ez annak ellenére, hogy egy olyannak, aki ezzel foglalkozik, ez a nagyon egyszerű, leegyszerűsített megmagyarázása ennek a térnek. Van erre egy még jobb, én kitaláltam egy dolgot. Na, azt mondjuk hogy el. Hogyan fogom elmagyarázni, de természetesen minden kollégától elnézést kérek, mert teljesen leegyszerűsítem ezt a dolgot, ugyanis itt most nem az a lényeg, gondolom ebben a beszélgetésben, hogy most hűda nagy tudományos vitákat abszolút folytassunk. Egyszerűen adjuk nyilvánosság, hogy mit is jelent a kibertér, mert előbb azt mondtad, hogy fizikailag nem létezik, igen, és ami fizikailag nem létezik, azt kell most nekünk elmondani. Igen. Na tehát elmondok egy nagyon egyszerű példát. Azt hiszem pár hete volt itt Világi úra, és nagyon sokat és nagyon jól beszélgettetek, láttam azt a beszélgetést, beszélgettetek a DAC stadionról. De én nem vagyok valami nagy foci rajongó, nem nagyon értek hozzá, ismerem a magyar... Igen, ismerem nagy legendákat, itt is van néhány kitüntetésed. A páromnak az unokaöcsei nagy DAC rajongók, és még kisgyerekek, 8-9 évesek, és meghívtak engem, hogy ők fognak focizni a DAC stadionba.
És akkor én elmentem oda erre, hogy megtiszteljem őket, nagyon aranyosak voltak. És ugye ezen a pályán ők nem úgy játszottak, mint a nagyok, hanem négy ilyen kis pályára volt osztva. Tehát a nagy pályán? A nagy pályán föl volt osztva négy kicsire. És ugye hát 8 csapat tudott egyszerre focizni. Na most képzeljük el ezt a szituációt. Ott van a nagy, hatalmas Dac stadion, ott van a pálya, ott van a nézőtér. A pálya fel van osztva négy kicsi pályára, ahol játszanak a gyerekek. Na most a stadionban jelen van mindenki, akinek abban a pillanatban ott kell lenni. Ott vannak a nézők, ők azok, akik szórakoznak. Ott vannak a gyerekek, akik abban az esetben dolgoztak, futballoztak. Tehát nyújtsák a szórakozást. Nyújtsák a szórakozást. Voltak ott, igaz, kevesen, de volt ott néhány biztonsági ember, aki ügyelt a rendre. Ott voltak a büfések, akik kiszolgálták azokat, akik szórakozni akartak. Ott voltak az edzők, akik vezették a gyerekeket, meg instruálták őket a mérkőzések alatt. Tehát ebben a térben, ebben a behatárolt térben, konkrétan ebben a Dac stadionban jelen volt mindenki, akinek akkor ott kellett lenni. És mindenki végezte a maga kis dolgát, vagy ahogy mondhatjuk, itt játszotta a maga játékát. Szórakozni vágyok, szórakoztak, akiknek dolgozni kellett, dolgoztak. Tehát valami hasonló, tudjuk ezt a kiberteret a fizikai valósághoz hozzáhasonlítani. Abban a kibertérben is jelen vannak emberek. Vannak, akik becsatlakoznak azért, hogy szórakozzanak, szórakoztató információkat keresnek. Vannak olyanok, akik ott dolgoznak. Ugye a Covid kihozta, hogy egyre többen vagyunk ebben a kibertérben, akik dolgoztak, ugye a home office-okkal, otthon lévő ember, otthon dolgoztak nagyon sokan, akik ezt természetesen megengedhették, vagy megtehették. És természetesen aztán ott voltak azok az emberek, akik a biztonságra ügyeltek, vagy akik kiszolgálták a többieket. Tehát valahogy ehhez a stadionhoz lehetne hasonlítani a kiberteret, hogy sokan ott vagyunk, mindenki végzi a maga dolgát, vagy pedig mondhatni, hogy játssza a maga kis játékát, vagy beteljesíti a szerepét. Na most minden egyes ember, aki részt vesz, aki benn van ebben a kibertérben, valami információnak a hordozója. Tehát valamit tud. Természetesen mi ugye most csak emberekről beszélünk, de ebben a kibertérben nem csak emberek vannak, hanem technikai eszközök is. Tehát számítógépek. Számítógépek, szerverek. A szervereket nagyon leegyszerűsítve egy nagyon erős, nagyon nagy állandó működésre tervezett számítógépnek is lehetne mondani, de ennek van egy külön neve, szerverek. Szerverek, különféle tároló eszközök, ahol információkat tárolnak ezekről az emberekről, vagy ezeknek az embereknek a információit. Tehát lehetnek ezek személyes adatok. Ami ma nagyon a köztudatban van, ugye, kit hogy hívnak, hol lakik, születési szám, stb. Aztán lehetnek pénzügyi adatok, az emberek számlaszámai, pénzügyi adatai. Tehát valahogy így tudnám hasonlítani, hogy ebbe a kibertérbe minden megtalálható, ami ugye a mai világban az emberek életéhez szükséges. Természetesen nem minden, de nagyon sok minden ott van. Ha jól értem, akkor a kibertérben számítógépek kommunikálnak egymással? Igen. De, igen. Hogy két számítógép egymással tud kommunikálni, anélkül, hogy élnek közt ember. Tehát valahol az ember is megtalálható. Persze, tehát természetesen azért mondtam, hogy emberek is, tehát az emberek is ott vannak. Természetesen ma már a modern technológia azt tudja biztosítani, hogy két számítógép az ember nélkül is tudjon kommunikálni, de mindenféleképpen annak az interakciónak, tehát ott kell lenni, hogy az ember az, aki elindítja valamilyen szinten ezt a kommunikációt. Ember tehát, nélkül nincs vezetés. Persze, tehát hogyha most én fogok egy számítógépet, és csak úgy leteszem az asztalra, amíg én nem, mint ember, nem kapcsolom be, nem engedélyezem, hogy a hálózatra menjen, tehát hogy az internetre menjen, addig ő nem tud kommunikálni, ami nem kapja meg az embertől azt az impulzust. Tehát bármennyire is azt mondjuk, hogy okos számítógép, okos telefon, az mindig az ember indítja be, és az ember okosítja. Hát persze. Tehát az embernek kell, hogy vége tegye meg azt az első lépést, hogy az eszköz valamit tudjon csinálni. Természetesen aztán, amikor már el van indítva, akkor vannak olyan technológiák, amelyek képesek tanulni. Nagyon sok olyan eszköz van, olyan szoftver, amely képes következtetéseket levonni bizonyos eseményekből, és azokra valamilyen fajta reakciót nyújtani. Ezt talán
mesterséges intelligenciának próbálják elnevezni. Természetesen ez még nem az, tehát nem az, ami ugye teljes mértékben intelligens eszköz lenne, de arrafelé haladunk. Akkor mi az az intelligens eszköz? Inkább van intelligens ember, tehát hozzá pároljuk az intelligens eszközt? Inkább nevezzük okosnak. Miért? Hát azért az intelligens eszköz talán az nem éppen a legmegfelelőbb szó. Az ember tud intelligens lenni. Az eszköz az lehet okos. Tehát, ember nem? Tehát ember is lehet okos, de én azért nem nevezném az eszközöket intelligensnek. Tehát még okosnak... ez mondjuk egy személyes véleményem, de én szerintem lehet egy okos eszköz. Tehát okos lehet az órám. Ugye, mert okos eszköznek nevezzük például azt, ami többet nyújt, mint amire el van készítve, szerintem. Tehát például van egy okos órám, amit van a kezemen, ugye mi az órának a feladata elsőlagosan? Az, hogy mutassa az időt. De ugye ezen az órán én nem csak a időt tudom megnézni, az időjárást, megnézhetem az e-mailjeimet, esetleg jelzi, hogyha valaki telefonál nekem, mint éppen most is búg az óra, úgyhogy gyorsan le is kapcsolom, ne zavarjanak bennünket. Szóval, tehát a maga az eszköz attól okos, hogy valami többet nyújt, mint amire elő van készítve. Okos telefon például. Igen, csak a órára visszatérve, igen. Én azt gondolom, hogy az emberek elenyésző százaléka nézi az órán az időt, akinek van okos telefonja már. Ez is igaz. Nagyon tehát sokan. Az óra talán már nem is arra szólal, hogy időt nézzünk, hanem annyira okos, hogy mindent tudunk rajta nézni. Mennyit telefonálunk a telefonunkon? Igen. Tehát ott is inkább e-maileket nézzünk, Facebookot, meg különféle szociális hálózatokat. Tehát ma már a telefonunkon nem sokat telefonálunk, hanem inkább próbáljuk ezt a információt, információt szerezni. Igen. Tehát e-maileket írni. Ez egy érdekes dolog, amikor arról beszélünk, hogy okos telefon, okos óra, okos ember. Jó ez, hogy ennyire okosak ezek a számítógépek, vagy azért nem annyira jó? Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés, mert egyrészt jó is az, hogy vannak ilyen eszközeink, mert valamilyen szinten megkönnyíti az életünket. De valamilyen szinten el is lustítanak bennünket. Mert? Hát, mert az ember sokszor ahelyett, hogy fogna egy könyvet, és megkeresni benne információt, elkezdi azt a neten keresni, tehát csak egy példa. De talán inkább arra vinném ezt tovább, hogy talán az embert az egész ellustítja. Tehát, hogy megcsinálja helyettem az óra, megcsinálja helyettem a telefon, be tudom állítani. Úgy. Tehát elgagyolunk mellette. Talán, igen, okosabbak lesznek lassan már az eszközeink, mint mi magunk. Egy ilyen kérdés vetődött a fejemben most, hogy beszélgetünk. Mi a jobb, ha olyan ember használja a gépet, aki nem ért hozzá, vagy az a veszélyesebb, aki ért hozzá? És valaki ellen is fordíthatja, vagy valaki ért is felhasználhatja? Hát minden eszköznek hát talán egy kicsit rossz megnevezés, az erkölcsi mi volt? Tehát, hogy eszköznek nincsen erkölcsük, tehát az egy eszköz. Eszköz, igen. Az egy tárgy. Tehát tárgy. A lényeg az, hogy az az ember, aki azt az eszközt használja, hogyan használja. Tehát például, én mindig szoktam egy ilyet mondani, hogyha fogok egy kést, azzal tudok kenyeret szelni, és tudok adni nem csak a családtagjaimnak, hanem tudok adni az éhezőnek is enni. Tehát azzal fölvágom a kenyeret, de azzal a késsel lehet gyilkolni is. Tehát ugye mindig az az ember felelős annak az eszköznek a használatáért, aki azt használja. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy most gonosz ez a számítógép, mert valaki azon a számítógépen feltört egy másikot, lebénított egy orvosi rendszert, vagy megbénított egy banknak a működését. Minden mögött egy ember áll. Tehát egy szoftver mögött is egy ember áll, aki azt a szoftvert írta, aki azt a szoftvert elkészítette. Tehát ez így működik. Tehát egyszerűen az, hogy most mi a jó, hogy olyan használja, aki nem ért hozzá, olyan használja, aki nagyon ért hozzá. Mindenkinek jogában áll használni olyan számítógépet, amit akar. Nagyon sok esetben találkoztam olyannal, hogy nem értett hozzá, problémát okozott, de
Nem lehet senkit ettől eltiltani. Tehát inkább használja, aki tudja használni, és arra célra, amire gyártották a számítógépet. Persze. Persze. De ugye itt van egy olyan jellegű dolog, és itt meg kellene említeni egy nagyon érdekes szót, amit nagyon sokan használnak, de helytelenül. Ugye vannak olyan emberek, akik rosszul használják ezeket az eszközöket, vagyis a rosszra, és vannak olyan, akik a jóra. Fel lehetne tenni egy olyan kérdés, hogy kik azok az emberek. Ugye van egy ilyen szó, amit nagyon sokan használnak, hogy hacker. Tehát... akik föltörik a számítógépet? Hát ez egy nagyon-nagyon rossz definíció. Így van a közgazdaságban benne. Igen, és ez egy nagyon rossz dolog, ugyanis a hacker ez nem azt jelenti. Mit jelent a hacker? A hacker ez egy informatikai szakember, egy olyan ember, akinek nagyon-nagyon jó képzett, nagyon nagy tudása van az informatikai eszközökről, az informatikai eszközök biztonságáról, illetve azoknak hibáiról is. Na most ugye a hackerek ott osztanak két csoportba, amikor megmutatkozik az, hogy ezt a tudást, amit megszerzett, mire használja. Tehát azok a hackerek, akik mondhatni így a jó oldalon állnak, ezeket sokszor úgy nevezik szaknyelven, hogy a fehér sapkás hackerek, tehát a white hat, tehát fehér sapkás hackerek, azok, akik arra törekednek, hogy az informatika világa, az a kibernetikai tér, amiről beszélünk, az biztonságos legyen. Tehát ők általában vagy egyénekként működnek, vagy ilyen cégekben dolgoznak, akik rendesen, hivatalosan adót fizetnek, tisztességesen vállalkoznak úgy, mint bárki más, és ők különféle szervezetek, cégek, állami intézmények, közintézmények megkeresésére megpróbálják megtalálni az informatikai rendszerekben, a szoftverekben a biztonsági hibákat. Tehát mikor biztonságos egy kibernetikai tér? Azt nem lehet mondani, hogy az biztonságos lenne. Tehát ott mindig van olyan, tehát így mondom, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de erre nem lehet egyszerűen válaszolni. Tehát ugyanúgy, hogy azt mondjuk, hogy jó, most biztonságos a mi társadalmunk itt, hát elvileg igen. De mi van, ha találunk egy őrültet, aki elkezd lövöldözni az utcán? Akkor azt mondjuk, hogy már nem biztonságos? Dehogy is nem. A lényeg az, hogy nagyon fontos megjegyeznünk azt a tényt, hogy ezek a hackerek, tehát ezek a úgynevezett fejsapkás hackerek arra törekednek, hogy egyre biztonságosabb legyen ez a tér. Tér? Mert én azt hiszem, hogy ebben a világban a térben információk közlekednek. Tehát ezeket az információk kell levédeni valahol. Igen. És mint egy szakember. Hogy tudjuk ezt levédeni, akkor, amikor tudjuk, hogy léteznek hackerek, akik ezzel foglalkoznak, levédjük, és mit tesztek ti azért, hogy ez biztonságos legyen? Mert ez a közlekedés a két kap között, a focipályát említettük, az úgy is jelent, hogy egy játék, nátszegész, mondjuk USA nátszegész, DSS között is van egy közlekedő tér. Tehát ez mind a kibernetik térbe beletartozik. Igen, tehát elsősorban tudni kell, hogy ezek az emberek megkeresik azokat a hibákat, amik ugye veszélyeztethetnék ezeket az informatikai rendszereket, és jelzik. Tehát ezeket a hibákat aztán a szoftverfejlesztők kijavítják. Na most természetesen az ellenpólus, az úgynevezett fekete sapkás hackerek, azok arra törekednek, hogy találjanak még olyan dolgokat, vagy megpróbáljanak valami funkciót, valami szolgáltatást kihasználni arra, hogy akkor is ártsanak. Tehát, hogy rosszat tegyenek az embereknek, lopjanak információkat, eltulajdonítsanak olyan dolgokat, amikre nekik nincs joguk. Nagyon egyszerű példa. Van otthon mindenkinek háza, lakása, ahol lakik. Ugye, hogyha szeretné biztonságossá tenni, akkor beszereltet egy riasztót, jó zárat a kapuba, az ajtóba, vagy beszerez egy jó harcos-morcos kutyát az udvarra, hogyha házba lakik, hogy megvédje a tulajdonát. Természetesen azok, akik ezt a tulajdont tőle el akarják lopni, megkárosítani akarják, ők mindig igyekezni fognak ezt a
ezeket a zárakat feltörni, mindig igyekezni fognak a riasztóra valamit kitalálni, hogy az ne szólaljon meg. Tehát ez a világ, ami a fizikai világban működik, hogy a rossz oldal mindig próbálja a jó oldalat megelőzni, vagy károsítani, ugyanez folyik a kibertérben is. Tehát ott is vannak jó szándékú emberek, rossz szándékú emberek. A rossz szándékú emberek mindig arra fognak törekedni, hogy valamit, ami nem az övék, vagy eltulajdonítsák, vagy megsemmisítsék, vagy tönkretegyék, vagy abból valamilyen hasznot szerezzenek maguknak, míg a jó oldalon állók, azok ezzel ellen fognak küzdeni. És ez a harc, ez soha nem fog véget érni. Tehát azt mondani, hogy mikor lesz biztonságos, vagy nem biztonságos a kibertér, ezt így nem lehet. Tehát egyszerűen a lényeg az, hogy itt a jó és rossz közötti harc az úgy örökké fog zajlani, mint ahogy a fizikai világban is. Én inkább ezt a versennek nevezném, hiszen a fehér sapkásoknak mindig lépésenébe kell lenni a fekete sapkásokkal szembe, hogy ne tudják esetleg föltönni. Ugyanúgy, mint az ajtóban a zár. Aki csinálja a zárat, az tudja, hogy ezt a zárt hogy lehet majd kinyitni. Tehát nem lehetséges, hogy a fehér sapkásokból adódik a fekete sapkás is? Nem. Nem. Nem, mert? Illetve természetesen lehetséges, hogy valakinek valami erkölcseiben módosul az ember, természetesen megvan hozzá tudása, de ezt azért ők nagyon-nagyon komolyan szűrik. Tehát ez egy akkora presztízs veszteség lenne ennek a szférának, tehát hogy ők ezt nem tudnak túlélni. Tehát egyszerűen ők törekednek arra, hogy az embereket, akik ott dolgoznak, nagyon megszűrjék, átvilágítsák, vigyázzanak velük, és természetesen nagyon-nagyon komoly próbákon kell keresztül menniük. Én nagyon sok ilyen fehérsapkás kollégát ismerek, és amikor ugye említettem egy beszélgetésünk alkalmával, hogy különféle képzéseken kell az embernek részt venni, hogy ezzel a témával foglalkozhasson, akkor egyszer az egyik ilyen képzés alkalmával egy Besztercebányán élő fiatal srác, egy idős velem, akkor már nem fiatal, mert én nem tartom magam már fiatalnak. De még az vagy, de még. Ő vele tanultunk, és ő végezte ezt az iskolázást nekünk, és akkor konkrétan az, ha jól tudom, egy csehországi kórház informatikai rendszerét vizsgáltuk, hogy van-e benne valami biztonsági rés. És természetesen nem mondom meg, melyik kórház, nem mondom meg, hogy mi, és bizony 15 perc alatt bejutottunk a kórház informatikai rendszerébe, és konkrétan az aznapi CT leleteit meg tudtuk nézni, felvételeit. Akkor most adódik a kérdés. A biztonságból gyönge, vagy ti voltatok nagyon jók? A biztonságból gyönge. Szerényen ebben biztos, hogy a biztonságból gyönge. Konkrétan az adminisztrátori jelszó olyan volt, hogy 3, talán 4 másodperc sem kellett, hogy megfejtjük. Beírtunk találomra egy jelszót, hogy gondoltuk, hogy ez lesz, az is az volt. Jó. Találomra beírni egy jelszót, és mondjuk, hogy ez lesz, jó, egy megnevezett kórházban. Azért ez nem csak a puszta véletlen. De ez a puszta, ezt jelentettük, tehát mi hivatalosan bejelentést tettünk a kórháznak először, hogy itt vigyázzatok, itt baj van. És leírtuk a folyamatot, és a nevünket adtuk hozzá, hogy kik voltunk azok, akik ott voltunk, mert hiszen olyan információkat láttunk, amelyekhez semmi közünk nem volt. Akkor, ha már adattárolásról beszélünk, pedig ott is adattárolás folyt a kórházban, akkor hogyan lehet az adatokat megvédeni, hiszen ha azt mondod, hogy 15 perc alatt föltörtétek, hát a régi filmekből láttuk, hogy hol lehet kiszabadulni a börtönökből, hol lehet bejutni, sőt, mi több a régi idősek azt mondták, hogy a legjobb tolvajból van a legjobb rendőr. Tehát hogyan lehet az adatokat akkor megvédeni? Az adatokat tehát ilyen esetekben, mint például, itt azért választjuk ketté a dolgot, jó? Tehát olyan helyeken, mint például ezek a kórházak,
bankok. Tehát ott nem elég az, ami például elég egy egyszerű embernél, vagy egy önkormányzatnál például, ahol azért nincsenek olyan nagy értékű adatok. Tehát egy ilyen helyen... Tehát a védelem, az érték, anyagi, a tárgyas értékétől is függ? Persze. Tehát míg otthon elég ha föltelepítünk a privát magánszámítógépünkre egy antivírust, és használjuk a józan eszünket, amikor olvassuk az e-maileket, meg mielőtt beszúrnánk egy USB kulcsot a számítógépbe, relatíve meg tudjuk védeni magunkat elég határozottan, de ott, ahol már egészségügyi adatok tárolódnak, konkrétan egy CT felvétel, ami azért nagyon intim dolog, tehát azért az csak az orvosra és a páciensre tartozik, senki másra. Ott azért már nem csak egy antivírust kell föltelepíteni, és nem csak egy egyszerű adminisztrátori jelszót, hanem ott azért nagyon komoly technikai, műszaki védelmet kell felállítani, telepíteni. Persze erre nagyon komoly szoftverek vannak, ezt ne részletezzük, mert ezek bonyolultak, és nagyon-nagyon technikailag, és természetesen anyagilag is igényesek. No, de fontos, hogy ezek legyenek. Térjünk vissza, előbb azt mondod, hogy antivírus telepítés egy egyszerű hazai gépbe, igen, és használni a józan ész. Na, ez nagyon fontos. És mi az a józan ész, hogy tudjuk használni? De józan ész először is, hogy odafigyelek, hogy mit csinálok. Tehát, hogyha én kapok egy olyan e-mailt, és most lehet, hogy sokan nevetni fognak, hogy lehet még ilyennek bedőlni, de sajnos ez van. Hogy például... Én vagyok egy afrikai herceg, aki itt ragadtam Londonba, és most adok neked 7 millió dollárt, mert megtetszettél az interneten, csak előbb küldj el 5000 eurót nekem erre a számlára. Mindennapos dolog. Emberek még elhisznek ilyennek. És küldenek is? Hogyne. Volt benne, nem tudom, azt hiszem, 2 vagy 3 hete az egyik szlovák hírportálon, hogy egy hölgyet valaki így megkörnyékezett az interneten, amerikai katonának adta ki magát, aki valahol nem tudom hol szolgál Irakban, és hogy szeretne hazamenni, de nincs pénze rá, és elhitte, hát, hogy milyen hadsereg lenne az, ami nem vinné haza a saját katonáját, ugye? Tehát ilyen, hogy gyere haza, fiam, küldök pénzt. Persze, tehát ilyen abszurdum dolgoknak, és az emberek mindig bedőlnek. És aztán Covid alatt előjött egy nagyon érdekes jelenség, például az, hogy ugye az emberek rengeteg csomagot rendeltek, mert nem mehettek bevásárolni, nem mehettek üzletbe, és rengeteg csomagot rendeltek házhoz. És akkor a hackerek erre ráálltak, és akkor elkezdtek egy olyan dolgot, hogy a szlovák posta, meg különféle csomagküldő szolgáltatások nevébe elkezdtek kiküldeni e-maileket, hogy megakadt a csomag a postán, mert nem lett valami kifizetve, be kell fizetni 2,54 eurót, vagy 4,09 eurót, szóval ilyen jelentéktelen összeget ide erre a számára, vagy rákattint ide, akkor itt be tud menni ebbe a fizetőkapuba is be tud. Na most amikor az illető, aki ennek bedőlt és ráment arra a kapura, ő neki mindvégig 2,54 eurót jelzett, de 254-et vett le a számláról. Hát becsapták. Becsapták az embereket. Persze, hogy a következő eset ilyen is nagyon-nagyon gyakran előfordul, és ezt most elmondom az embereknek azt, hogy erre nagyon ügyeljenek. Például talán egy hónappal ezelőtt több millió üzenet, ilyen e-mail, konkrétan a mi szerverünkön, ami egy pici cég vagyunk az országos viszonylatban, talán egy mini cég, közel 4000 e-mailt gondozunk, és ott... És ezek 2 millió üzenetet fogtunk el, e-mailt, amiben arra buzdították az embereket különféle bankok nevében, hogy kattintsatok erre a linkre, mert leblokkoltuk a számlát. És ide be kell adni adatokat, hogy fölnyissuk ezt a számlát. Tehát ilyen dolgokat csinálnak. Tehát egyszerűen aki nem figyel oda, és nem nézi meg, hogy ez nem attól a banktól jött, sőt, nagyon rossz szlovák nyelvvel van írva, tehát tele nyelvtani hibákkal, tört szlovákkal. És egyszerűen amikor rákattint arra a linkre, akkor nem a banknak az oldala nyílik meg, hanem valami mexikói weboldal címen, a banknak a lemásolt oldala, tehát külsőleg a banknak néz ki, de ha megnézi valaki a böngésző fejlécében azt, hogy hova mutat az, akkor nem a banknak a weboldal címe lesz ott, hanem valamilyen, én nekem konkrétan egy mexikói, nem tudom milyen weboldal címe jelent meg. Akkor értsem azt, ha egy
ahogy említ, mini cégnek, aki 4000 mailt, e-mailt kezel, 2 milliót elfogott, akkor ez rengeteg van. Rengeteg. Ilyen sok még nem volt soha. Nem? Nem. És mi az, hogy ilyen sok van? Vagy miért van ilyen sok most? Próbálkoznak. Ennyire? Tehát ennyire. Tehát egyszerűen próbálkoznak az emberektől információkat kicsalni, mert itt ugye például ezeknél a bankos e-maileknél a lényeg az volt, hogy az ember beadja az adatait, amit ők megszereznek, és majd az ő nevében bejelentkeznek a Reális Bank, és onnét majd ellopják a pénzét. Tehát most ha ők kiküldenek, hogy a 2 milliót elfogtunk, nem tudom megmondani, mennyi ment ki máshová. Tehát ebből, ha csak a 0,01%-a mind betalál, abból is majd szép summát tudnak nyerni. És még volt még egy nagyon érdekes dolog, visszatérve ez a józanészhez. Ugye ezekkel a csomagos csalásokkal én voltam egy önkormányzatnál, és akkor pont mondtam nekik, hogy erre vigyázzanak, és az egyik hölgy azt mondta, hogy hát, hogy ő rákattintott, és tényleg levették. De mondom, miért csinálta ezt? Tehát rendelt valamit? Tehát itt a józanész. Rendeltem valamit? Ha nem rendeltem, akkor miért fizetek olyanért, amit nem rendeltem? És erre azt mondja, hát, ha a fia küldött neki valamit. Mondom, de mondom, hölgyem, hát a fia úgy küldene magának csomagot, hogy fizessen érte. Vagy nem szólna előtte. Vagy nem hívja fel fiam rendet. Vagy magam. Akkor igen. Tehát józanész. Ennyire hiszékenyek vagyunk. Igen. Ennyire hiszékenyek. Sajnos. És kutattam egy picit, hogy ez miért van így. És miért? Figyeltem az emberek viselkedését, és ez ilyen berögződés. Úgyis megszoktuk azt, hogy... És talán ez a jó válasz is, vagy talán az egyik jó válasz arra, hogy miért hiszik el az emberek az interneten a hülyeségeket, ahogy most tudom, ezek a hoaxokat, tehát ezeket a álhíreket. Ugyanis az emberekbe berögződött az, hogy a tévében, ami sokáig uralta a vizuális médiapiacot, vagy a rádióban, ami ugye még régebbi technológia, ott általában mindig igaz híreket mondanak. Tehát olyat mondanak, hogy megtörtént valami, akkor azért az a médium vállalja a felelősséget, tehát utána néz annak a hírnek, akár 100 forrásból is, hogy tényleg például most felrobbantották ezt a Nord Stream vezetéket, igen, vagy megsérült, nem tudjuk, hogy felrobbantották-e, valami történt, szóval szökik a gáz. És hogy mi történt ott? Tehát azok a nagy médiumok, ők ott van mögött egy institúciót, szervezet, ami adja hozzá a nevét. Hogy igen, tehát mi utána jártunk, és mi mind ez a televízió csatorna, ez a rádió, vagy akár az a nyomtatott médium, a újság, adja hozzá a nevét, hogy igen, mi ezt a hírt azért közöljük, mert utána néztünk. No, de internet az nem ilyen, és ezt az emberek elfelejtik. Az internetre bárki bármit felrakhat. Igen, és nincs szűrés. Nincs szűrés, és az emberek erről elfeledkeznek. És sokszor úgy kezdik ezek az álhírterjesztők, hogy a rendes médiában ezt nem fogod olvasni, hogy nem Bodrogi Gyula volt süsű hangja, hanem süsű volt Bodrogi Gyula hangja. Tehát egyszer is az emberek elgondolkodnak rajta, mert beléjük rögződött, hogy valami egy ilyen nagy médiumból árad feléjük, és az biztos úgy van, mert hát régen, ahogy a tévében mondták, az úgy volt. A rádióban hallottuk, úgy volt. Ahogy az újságban leírták, az úgy volt. Hát akkor már az interneten ne úgy lenne? Hát sajnos nem úgy van. Nem úgy van? Éppen tegnap, ez idevágó dolog, olvastam egy, ez vicc kategória, a Józsi bácsi vitte a tévét a templomba. És kérdik a Józsi bácsit, hogy miért, hova viszed? Hiszem gyóni, hogy miért, mert nem mond igazat. Szóval igaz, nem igaz. Hát rengeteg vízkérdés van mostanában arra, hogy igaz, nem igaz. Tehát az embereknek... jó volna megtalálni a kvízkérdéseket, hogy tudjuk, hogy mi az igaz, mi az nem igaz. És akkor, ha kialakul egy rendszer, azt a rendszert azon nyomban védeni kell? Hát igen. Tehát ma már például, most egy informatikai rendszerről igen, beszélünk, persze. Tehát ma már nem lehet úgy működésbe tenni egy rendszert, hogy az legalább ne legyen letesztelve, ne legyen biztonsági teszt rajta végezve.
az állami szektor által fejlesztett, vagy jövőben fejlesztendő rendszereknél az alapkövetelmény. Tehát anélkül ki se fizetik, mondhatni így a begyártónak, hogy egy független szervezet ezt nem tesztelte le. Természetesen ugye vannak ilyen állami szervezetek is, amelyek ezzel foglalkoznak. Úgyhogy anélkül ez nem fog megtörténni. Tehát ha védjük, félre ne értsük, védjük magát a számítógépet, és védjük az adatokat is. Benne lévő adatokat, ez hát nagyon fontos. Zárral védjük az ajtót, hogy ne tudjon bejönni, de az a zár egyben védi a bent lévő vagyont. Igen, tehát a kibernetikai biztonság hivatalos definíciója is az, hogy nem csak magát az eszközt, hanem a benne lévő adatoknak is ugye a védelmét el kell látni, és biztosítani kell tehát annak a elérhetőségét, az adatok módosíthatatlanságát, tehát ez sértetlenségét. Amikor olvastam, azt olvastam, hogy három pillére van ennek az egésznek. Melyik azok a három pillére? Hát ugye három pillére van a kibernetikai biztonságnak, azt nagyon jól olvastad. Az első pillére ugye maguk ezek a biztonsági technológiák. A másik pillére a kibernetikai biztonságnak azok a folyamatok, tehát vagy ahogy angolok mondják processes, tehát processi szlovákul. És a harmadik pillére a kibernetikai biztonságnak pedig saját maga az ember. Tehát maga az ember. Igen, az ember a leggyengébb láncem ebben az esetben. Vagy csak ha azt vesszük, hogy még mindig több-több milliárd olyan számítógép van, főleg az angol szász vidéken, ahol a jelszó az, hogy jelszó, tehát a password, ez a jelszó. Nem csak annak a beviteli mezőnek a megnevezése az, hogy password, hanem az, hogy password. Maga a jelszó is az, tehát ez egy világ nagyon egyszerű bejelentkezni ilyen helyekre. Tehát az ember az mindig a leggyengébb ráncem. Tehát visszatérve hoz a ház és lakás hasonlathoz, tehát például a biztonsági technológiák az informatika világában összehasonlításképpen azt lehet mondani, hogy például ez a riasztó vagy a zár, tehát azok valamilyen technológiák, amelyeket beépítünk ebbe a biztonsági szoftverként. Tehát maga azok a folyamatok, tehát az nagyon leegyszerűsítve természetesen itt most ebben az esetben az például az, hogy én fogom és azt a riasztót bekapcsolom, ugye? Igen. Vagy pedig bezárom a zárat. És ezt kiteszi meg, tehát az a harmadik pillér maga az ember. Igen. Tehát ez nagyon fontos. A leggyengébb lánc. Kinyitni és bezárni. Persze, hogy ne. Hát más nem tudja megcsinálni. Tehát nagyon fontos, hogy ez a három pillér együttműködjön. Tehát amikor az egyik hiányzik, akkor baj van. Tehát nekem lehet jó biztonsági technológiám, nekem lehet a legmodernebb riasztom a világon, beszerelve a házba, vagy akár a szerveremre fölépítve. De ha én azt nem fogok hallgatni rá, vagyis hát nem kapcsolom be, vagy ha be is kapcsolom, de amikor fog riasztani, ignorálom, nem törődök vele, akkor mi haszna? Semmi. És ez nagyon sokszor így van. Az embereknek mondjuk, hogy legalább a minimális szinten tegyék meg, hogy vesznek egy 20 eurós antivírust a számítógépükbe. Nagyon sok privát embernek otthonában nincsen antivírusa. És mindig mondom neki, megveszel egy 300 eurós gépet, mondjuk azt a legolcsóbb kategória, de otthon az bőven elég. Megveszi azt a számítógépet, és akkor már nincsen 20 eurója egy antivírusra, hogy védje azokat a adatai, ami benne vannak. Aztán 2-3 hét múlva hív fel, hogy piros, fekete képernyőn piros betűk jelentek meg, hogy lekodolták, és 500 euróit visszaadják a képeket. Hát 10 év nyaralási fotója benne volt. Hát... Szóval mi megveszünk a képet, a biztonságot nem veszük mellé meg. Hát ez nagy baj. Legtöbb esetben nem. És ez nagyon nagy probléma. Sokan amikor mondom, hogy ezt tegyék meg, akkor elkezdenek velem vitatkozni, és az, hogy ugye már mit akarhatnának tőlem a hackerek. Nagyon fontos dolog, és ezt nem szabad elfelejteni. Minden ember, akinek van egy számítógépe, tehát egy olyan eszköz, amiben van egy processzor, aminek van egy bizonyos teljesítménye, az érdekes a hackerek számára, mert abban az esetben van három dolog, amit felhasználhatnak tőle, vagy amit ellophatnak tőle. Az első, az okos, vagy az a számítógép, vagy tablet, vagy akár a telefon is, annak a teljesítménye. Ugyanis, ha például egy hacker támadást akar végrehajtani,
például egy kormányhivatal szoftvere ellen, vagy egy számítógépes rendszer ellen, azt nem a saját számítógépéről fogja tenni, hanem föltöl 10-15 millió rosszul védett számítógépet, és azokról fogja végrehajtani ezeket a támadásokat. Na akkor most... De várjál, még itt nincs vége, hanem ez még nagyon fontos. A másik dolog, tehát felhasználja az erőforrását annak az eszköznek. A másik dolog, a privát számítógépben nagyon sok privát információ található. Az emberek sokszor még a bankjuk belépő kódjait is valahova beírják, vagy pedig megjegyeztetik a böngészőbe. Tehát a böngésző megkérdezi tőle, megjegyezzük ezt a jelszót, hogy neki fog erre emlékezni, puff, rá kattint, megjegyzi, és már nem kell beírni többet a böngészőbe ezt a jelszót. Tehát személyes információkat tartalmaz. És a harmadik, bármilyen szegény emberről is van szó, mindig van valamennyi pénze. Tehát ez a három az, amit ezek az emberek elvihetnek. Először is felhasználják az erőforrásaimat, elvihetik a személyes adataimat, információimat a bankomról, bárhonnét, amit eladhatnak a fekete piacon, és ha lekódolják ilyen zsaroló vírusra a számítógépemet, annak feloldásáért az embertől pénzt tudnak követelni. Tehát egyszerűen minden embernek az eszköze, amelyben van ilyen processzor, vagy valamilyen teljesítménye van, az érdekes a hackerek számára. Tehát senki sem kivétel. Tehát nincs egy kivételek, értem azt, hogy a jelszavakat ne pöttyögjük be, ne adjuk be a számítógépbe. Ne mentsük el a számítógépbe. Egyetlen egy hely van, ahova el lehet menteni a jelszavakat, és az a nyakunk fölött található itt bent. Szóval akkor oda mentsük. Ott ments, azt nem lehet meghekkelni. Jó, de említettük a támadást. Hát valaki a támadást úgy érzi, hogy a támadás Fehérház ellen jönnek-lönnek. Itt hogy néz ki egy támadás, mert hát egy támadás szót, hát nem, itt nem fegyver. A támadás az átütt értelemben kell értelmezni. Értem, csak hogy néz ki egy támadás, hogy mondtad, mint egy millió számítógépen keresztül jutnak el mondjuk a belügyminiszter számítógépéhez. Igen, tehát elmondom, a támadáson sokféle fajtája van. Tehát az első az olyan, hogy csöndesen kutató munkával keresik a biztonsági hibákat. Itt általában ezek a fekete sapkás hackerek úgy dolgoznak, hogy nem a saját számítógépükről, hanem különféle meghackelt számítógépekről, vagy pedig különféle hálózati elemekről, amiket szintén irányítások alá vettek, azokról eljutnak a bizonyos informatikai rendszerhez, és elkezdik keresni neki a hibáit. Amennyiben találnak, akkor bejutnak, és ott aztán garázdálkodnak úgy, ahogy tudnak, vagy ahogy lehetséges. Ez az egyik fajta. Ez egy ilyen csöndes támadás, amit ha jól föl van állítva, vagy biztonsági rendszer észlel, ha rosszul van felállítva, nem észlel, és hát sajnos ő azt tudott csinálni, amit akar. Tud adatokat lopni, információkat módosítani, vagy esetleg törölni. Ez az egyik fajta. A másik, amilyen látványos, az pedig, hát szaknyelven DDoS-nek nevezzük, DDoS támadás, ez annyit jelent, hogy például van ez a nagyon híres, vagy hírhet, nem is tudom, hogy nevezzük, szlovákiai port, ez a Slovensko SK. De most, ha ezt valaki elérhetetlenné akarja tenni, akkor azt csinálja, hogy a irányítása alatt van neki több millió számítógép, és azt mondja, hogy egyszerre próbáljátok megnyitni az egész, azt az oldalat, mind. És akkor ez a úgynevezett ez a disztribuált támadás azt eredményezi, hogy egyszerűen az a rendes felhasználó részére nem lesz elérhető. Tehát annyira sokszor próbálják megnyitni azt az oldalat például, hogy lefagy az egész rendszer. Tehát lefagy. Lefagy, vagy pedig újraindul, vagy pedig egyszerűen az, aki normálisan akarja használni, nem tudja elérni. Tehát értsem azt, hogy több fajta módja van a támadásnak. Persze, rengeteg. Tehát azt itt felsorolni nem lehetne. Nem is akarom a támadást, soroljuk fel. Tehát rengeteg, tehát lehet, persze, lehet ilyen támadást is, lehet aztán sokféle más támadást is. Mi ezt gyűjtőszóval támadásként tehát nevezzük meg, de rengeteg fajta van. Tehát az nem az a fajta támadás, mint ami ugye háborúban persze szokott lenni, hogy támadunk, lőnek, és akkor gyerünk, megyünk, szaladunk, és az mindegyiknél ugyanaz, csak
attól függ, hogy jobbról-balról támadunk-e. Itt ugye arról van szó, hogy hogy itt rengetegféle van. Ez csak egy kettő, amit említettem, de hát ez például azt is támadásnak lehet venni, amikor például próbálnak egyszerűen ilyen e-maileket is kiküldeni, ez is a támadásnak a kezdete. Természetesen az önmagában még nem hoz valami reakciót magával, de erre is vigyázni kell. Akkor valójában, ha a mi számítógépünket akarják támadni, valójában a kódon köröztül kell bejutni a rendszerbe? Persze, a kód hibáink keresztül. Tehát a kódot támadják, uh-huh. Kódot akarják megfejteni. Igen. Na, de kód alatt mit értesz? Tehát én a kód alatt azt a programkódot értem, ami fut a számítógépen, és annak hibái. Nem tudom, itt nem véletlenül, hogy jelszóra gondolsz. Jelszó. Az más. A jelszó az végül is a kulcs a rendszerhez. Tehát a kód alatt nevezzük azt a szöveges részét annak a szoftvernek, ami a háttérben fut, igen. Amit az egyszerű felhasználó nem lát. Na most ebben a kódban keresik az, amit először említettem, keresik a biztonsági részt, a biztonsági hibát. Ha azt megtalálják, akkor nem kell jelszó, akkor bejutott a rendszerbe. Az, amit te kódként neveztél, jelszó, a jelszó az egy más dolog. A jelszó az végül is egy kulcs a rendszerhez, ami a jogosult felhasználónak belépést engedélyez a rendszer szolgáltatásainak használatába. Azon a szinten, amelyen ő van. Tehát egy adminisztrátori jelszó, az teljes hozzáférést, legtöbb esetben teljes hozzáférést ad ahhoz az informatikai rendszerhez. Egy felhasználói szintű felhasználó az a saját felhasználói részét. Ezt nagyon egyszerűen elmagyarázom. Internetbankinget gondolom használ nagyon sok hallgató, néző. Internetbankingbe, ha bejelentkezünk, akkor a mi nevünkhöz rendelt számláinkat látjuk. Mert ugye lehet valakinek több számlája, magán, vállalkozói, takarékszámla, stb. Tehát ezeket a számlákat látjuk, de az a banknak az adminisztrátora, ő látja az összes többi adatot is. Természetesen ugye ott is jogosultságok vannak, tehát ők a pénzügyeket nem biztos, hogy látják, de látják a személyes adatokat, stb. Tehát a hackerek, a fekete sapkás hackereknek az a céljuk, hogy minél magasabb szintű felhasználónak a jelszavát szerezzék meg, mert minél több jogosultsághoz akkor hozzá tudnak jutni. És éppen ezért nagyon fontos, hogy azért minden jelszót védjünk. Minden jelszót. Szlovákiában, én őszintén szóval nem kutattam a többi környező európai országban ezt a jelszópolitikát, de Szlovákiában kiadott a MIRI, Informatizációs Minisztérium, kiadott 2020-ban, kiadta a 179-es kormányrendeletét, ami nagyon jó dolog. Tehát ott igaz, hogy csak az állami és közszféra hatalmát gyakorló szervezetek és cégekre kötelező, de nagyon-nagyon-nagyon jó megvan fogalmazva benne ott pontosan a jelszavak, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni. De nem ez a minisztérium sértette azután meg ezt az egészet? Nem a minisztérium, hanem a minisztere. A minisztere. Valójában a minisztere. Ja, igen. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog volt. Én... Hát akkor őszintén szóval nem tudtam akkor eldönteni, hogy sírjak-e, vagy nevessek. Tehát egyszerűen... Ugyanis itt arról van szó, hogy képbe hozzuk a nézőket, hogy a miniszterasszony posztolt egy képet a Facebookon, ahol ő szépen mosolygott, és éppen arról, ahogy mondani szoktuk, dicsekedett, hogy milyen nemzetközi konferencián vett részre. Ezt már nem tudom, milyen volt az a konferencia, de ez most abszolút nem lényeges. És hát ugye ott a felnyitott notebook és egy online konferencia képe volt, és hát oda a notebook sarkába be volt ragasztva egy ilyen hiszem, zöld papíron jelszó. Tehát MIRI 2020. Nagy betűkkel a MIRI 2020. Hát
Hát ez egy katasztrófa, ugyanis az a helyzet, hogy ebben a kormányrendeletben, amit ők hoztak, tehát ebben a kormányrendeletben meg van fogalmazva nagyon szépen az, hogy a jelszókat hogyan lehet és hogyan nem szabad tárolni. Tehát jelszót nem írunk fel papírra, nem ragasztjuk a billentyűzetre, a monitorra sem, nem tartjuk a számítógép mellett fölírva. Tehát egyszerűen nem... Ne legyen kéznél. Tehát a jelszónak, ahogy mondtam, egyetlen egy hardverbe lehet megtartani, az pedig a nyakunk fölött található, tehát a fejünk. Én nem vagyok, ahogy egyszer beszélgettünk erről, én nem vagyok Albert Einstein, de én simán mondom, hogy 400 jelszót kapásból tudok, pedig nem vagyok nagyon okos gyerek. De akkor nálad ezeknek a jelszónak logikája lehet. Logika. Persze, van egy logikai struktúra kialakítva, és az a jelszó, az minden egyes informatikai rendszerben, vagy jelentkezek be, mindegyiknél más. Aha. Én természetesen most, amit elmondok, ezt inkább segítségként mondom el a kedves nézőknek, korán sem tükrözi az én logikai struktúrámat. Tehát először is tudni kell, hogy az a kormányrendelet kimondja, hogy a jelszónak tartalmaznia kell nagybetűket, kisbetűket, számokat, és valami speciális karaktert, az a speciális karakter, ezt fölkiáltójel, kérdőjel, dupla kereszt, egyenlőjel, vesző, pont, kettős pont, pontos vesző, stb. Bármi. És minimum 10 karakterből kell állni egy egyszerű felhasználói jelszónak, és 12 vagy több a adminisztrátori jelszónak. Na most, ugye nem tartalmazhat a jelszó olyan szavat, vagy olyan karakterkészletet, ami egy bármilyen szótárban szereplő szóval azonos. Tehát például kutya, autó, tehát alapszavak, ami benne van bármilyen szótárban, tehát magyar, szlovák, angol, bármilyen szótárban. Hát a szótár rengeteg szótár. Persze, csak az mind fönt van az interneten. Tehát annak letöltik a adatbázisát, és elkezdik egy jelszópörgetővel pörgetni, ha be akar jelentkezni, abban megtalálja. Tehát ezt nagyon fontos, ezt nem szabad használni. Ez kizárva. Kizárt. Tehát magyarul mondva értelmetlen karakterkészletet kell összerakni, hogy legyen egy jó jelszóm. Csak itt a kérdés. Ezek az értelmetlen összerakott karakterek nincsenek utána szintén szótárba besorolva? Nincsenek. Nincs a kérdés, mert kitalálsz most valamit. Jó, azért mondom, hogy ki fogja besorolni a szótárt. Az emberek találékonyak, hogy nehogy azt mondják, hogy akkor most besoroltunk egy szótárt, összeállítottunk, és amelyben benne vannak az összes jelszó, amit az emberek már kitaláltak. Oké. Okay. Mert utána az se lehet. Hát igen, vannak ilyen adatbázisok, ahol próbálják ellopott jelszavakat csoportosítani, és aztán azokat is használni. Tehát a legtöbbször előfordul jelszavakat, gondolom. Persze. Hát van már ilyen adatbázis az interneten, a fekete piacon, ja. Úgynevezett megkapható, hogy a leggyakrabban használt jelszavak, meg azok a jelszavakat tartalmaznak, amiket ők elloptak már, föltörve bizonyos informatikai rendszereket. Ezekről naponta hallani a sajtóban, hogy ki, milyen, mit, hogyan, miképpen törnek fel. Na most ugye, csak hogy ha kialakítok egy logikai struktúrát, akkor azt a logikai struktúrát kvázi csak én tudom. Nem szabad elmondani senkinek. Addig titok, most, még te tudod. Persze. Tehát én most így próbálok kitalálni egy olyat, amivel rá tudom venni a nézőket, hogy így alakítsák ki a jelszavaikat. Még egy nagyon fontos dolog, nem lehet egy jelszó, illetve a kormányrendelet alapján nem lehet egy jelszó ugyanolyan, az összes informatikai rendszert, mindegyik informatikai rendszerre ez egy másik jelszót kell alkalmazni. Persze. Tehát nem lehet ugyanaz. Na akkor mondok egy példát, hogy hogyan lehetne. Most induljunk ki abból, hogy itt férfiak beszélgetünk, tehát egy férfi gondolkodásmóddal keresünk egy jelszót. Természetesen a hölgyek nyugodtan megpróbálhatják a saját mentalitásukkal kitalálni egy jelszót. Csak mondom a metódust. Tehát először is döntsük el, hogy a jelszónkat felosztjuk két részre.
lesz a jelszónak egy úgynevezett dinamikus része. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez a része a jelszónak minden egyes jelszónál változni fog. Aztán lesz egy statikus része. Ami állandó lesz. Na most. Tehát az állandó az mindig teszünk egy dinamikus részt? Igen. Uh-huh. Igen, igen. Tehát van egy állandó rész, amit mindig tudni fogunk, és van egy dinamikus rész, ami mindig eszünkbe fog jutni. Majd megmondom honnét. Na most akkor kitaláltuk azt, hogy az első három betűje jelszavunknak kisbetűkből fog állni, például. A másik három betűje a jelszavunknak nagybetűkből fog állni. Utána kellene számot tenni a jelszóba, mert ugye az előírás. Igen. Kettő szám az kevés, és négy az éppen elég. Tehát azt még úgy könnyű is megegyezni. És utoljára meg tegyünk egy ilyen egyszerű, valami kérdőjelet, fölkiáltójelet, vagy legyen egy egyenlő. Na most, hogyan alakítjuk ki ennek a jelszónak a struktúráját? Akkor vegyük az első három betűt. Tehát oda az első három betű, a szám és a speciális jel az lesz a statikus rész, és a nagybetűs rész lesz a dinamikus, azt fog mindig változni. Igen. Most ezt így fogjuk csinálni. Akkor az első három kisbetűs rész, ez most mi lesz? Hát van egy nagyon szép autó, ami tetszik, de hát sose fogom tudni megvenni, mert annyiba kerül, mint egy emeletes ház. Ez a, hát kimondjuk a nevét, azt majd kisipoltam, yeah. Audi Q7-es. Ez hatalmas, gyönyörű autó, én nekem nagyon tetszik, yeah. De azt nem tudom megengedni magamnak soha. Tehát minimum, nem tudom, mennyit kéne keresni, hogy szóval vehessek. Tehát akkor az első három betű az lesz, hogy AUD. Ezt csak én tudom. A második három betűt most kihagyjuk, mert az lesz a dinamikus rész. A statikus részbe kell lenni egy számnak. Na most ez a szám, ez legyen egy olyan szám, ami nekem mindig eszembe jut, de nem lehet az én születésnapom, évem száma, gyerekem, családtagom, unokám, barátom, feleségem, barátnőm, élettársam, kutyám, senkinek a születési dátuma, mert az olyan információ, amit meg lehet fejteni. Egyszer egyik önkormányzati hivatalban voltam, és a hölgy kérdezte tőlem, hogy hát hogyan tudnám én, hogy az unokája, hogy hány éves. És akkor mondom, jó van, majd akkor erről elbeszélgetünk. Csak kicsit elmentem, körülnéztem, kerültem egyet hivatalba, visszamentem hozzá, mire majd kipárolgott a beszélgetés, mondom neki, na is, család, rendben van, igen, unokák, hány évesek? Nem azt mondtam, hány évesek, mondom, és az unokák, jó, mennyi van? Kettő, fiú, lány, egyik kislány, másik fiú, és ovisok, iskolások, egyik nagycsoportos ovis, másik kiscsoportos ovis, tehát tudom, hogy a lánynevekre és egy lánynévre és egy fiúnévre kell összpontosítanom, és tudom, hogy a lány az kiscsoportos, tehát kb. Tudom, mikor született. Aha. És ebből ki lehet dedukálni? Már lehet próbálkozni, nagyon akarom, rájövök. Aha. Tehát ilyen alapvető dolgok nem lehet. Tehát egy olyan dátumot, vagy olyan számot kell betenni, ami nekem valamit mond. Semmire nem utal. Mondjuk legyen augusztus 24. Azt most találtam ki. Tehát beírom 24.08, és a végére oda teszem az egyenlőt. Tehát van egy dinamikus részem, amit meg kell jegyeznem. AUD 24.08 plusz, vagy egyenlő. Na most a dinamikus részt, azt, ha ránézek a képernyőre, és be akarok jelentkezni például a takarékpénztár internetfiókjába, akkor AUD SLSP 24.08 egyenlő. Ha egy hotelfoglalási rendszerébe be akarok jelentkezni, AUD HOT 24.08 egyenlő. Ha az e-mailembe, AUD MAIL 24.08 egyenlő, és gyártom a jelszavakat. Tehát a statikus rész állandó. Igen. Tehát ott csak a három dolgot kell megjegyezni. De az eszembe jut, ha ránézik a képernyőre. Abba a pillanatban, hogy hova akarok bejelentkezni. Egyszerű. Tehát ez egy ilyen egyszerű volna? Igen. És azt, hogy ezt hogyan kombináljuk, az egy teljesen mindegy. Akinek jobb a memóriája, az dinamikus résznek használhatja a számokat is. Tehát, hogy, és ezt a számokat változtathatja dátum szerint, vagy ahogy neki jó. Tehát egyszerűen... Rendben. Van egy jelszavunk. És akkor mi hogyan védhetjük meg a saját számítógépünket, milyen eszközökkel akkor?
Ha egy magánemberről beszélünk... Most magánemberről beszélünk. Általában elégséges egy egyszerű antivírusnak a telepítése. Itt teljesen mindegy, hogy melyik antivírusról beszélünk. A lényeg az, hogy ez egy hivatalosan megvásárolt antivírus legyen. És hivatalosan megvásárolt az nem azt jelenti, hogy a unoköcsémnek adok egy 20-astot, törje fel ezt a valamilyen oldalról, húzza le valamilyen ilyen hackkelt, crackkelt, nem tudom milyen verzióját ennek a... Nem. Hivatalosan a gyártó honlapjáról egy ilyen egy vagy két éves frissítési opcióval megvásárolt antivírust telepítsünk föl, engedélyezzük, hogy az automatikusan frissítse magát. Tehát egy egyszerű embernek ez bőségesen elegendő. Tehát nem kell ettől bonyolultabb, több dolgot beszerezni, ez általában pár tíz euróba kerül. Tehát ezek nem drága dolgok, pont azért, hogy bárki megvehesse magának. Tehát, hogyha tényleg veszünk egy 3-400 eurós számítógépet, akkor ez már egy apró összeg mellette. Tehát erre adjunk. Mert tényleg nagyon-nagyon kellemetlen az, amikor tényleg betöltjük a nyaralásról készült képeket, betöltjük oda a minden más információt, és aztán egyszer csak azzal szembesülünk, hogy nem férünk hozzá adatainkhoz, és sokszor itt nem is az anyagi kár jelentős, hanem inkább az erkölcsi veszteség, hogy ott vannak a dolgaink is, és nincsenek meg az emlékek. Nincsen meg az, amire számítottunk, hogy meg lesz. És még van egy másik opció is, természetesen, tehát én, aki ezzel foglalkozom, egyrészt engem bizonyos szabályok kötnek és köteleznek arra, hogy biztonsági mentéseim legyenek az eszközeimről. Tehát ha valaki úgy gondolja, akkor készíthet biztonsági mentéseket. Az mit jelent? Ez már egy picit drágább dolog. Tehát itt már kell venni egy olyan eszközt, ami nem a számítógépbe található. Itt van többféle gyártó, neveket nem említsünk, és ezek az eszközök bizonyos időközönként az egész számítógép tartalmát átmentik egy teljesen külső független eszközre. És akkor, hogyha mégis megtörténik a baj, mert bármi történik. Ezt akartam kérdezni, mi van akkor, ha ennek ellen is megtörténik a támadás? Igen, hát megtörténik. Kinek kell jelenteni, vagy hogy járjunk el? Persze, nem kell, hogy támadás történjen, elég, ha csak ellopják, elveszítem azt az eszközt, például egy notebookot, hát ilyen megtörténhet. Tehát ez egy ilyen másik biztonsági pont, hogy azért a tartalom az megmarad, ha készítek egy ilyen biztonsági mentést. Jó, de a tartalom megmarad, de önnál is megmarad, hogy ellopta. Igen. Ez gond. És pontosan, mit évük legyünk, ha tényleg támadás ér bennünket, és észreveszik, föltöltik a számítógépet? Először is higgadtan kezeljük ezt a dolgot, tehát ne kattintgassunk, ne csináljunk semmit, hanem hívunk egy szakembert, aki megnézi, hogy mit tehát lehet. Tehát nem rendőr, hanem szakembert. Szakembert, és aztán az megmondja, hogy ez valóban támadás-e, vagy csak én rontottam el valamit a számítógépen, mert ilyen is van. És aztán, amikor tényleg bebizonyosodik, hogy itt ugye támadás történt, tehát egy olyan behatolás, vagy egy olyan illegális tevékenység történt, ami büntető következményeket jár, azt a szakember meg tudja állapítani, és aztán eldöntheti az ember, hogy tesz-e feljelentés a rendőrségen, vagy nem. És ha tesz? Hát akkor próbálják vizsgálni az ügyet, de sokszor. Hogyan lehet nyomon követni ezt? Hát így mondom, tehát vannak erre lehetőségek. Szlovákiában nagyon-nagyon jó szakemberek vannak erre, tehát a rendőrségnek is nagyon jó szakember gárdája van. Nem biztos, hogy egy olyan támadást, amit egy ilyen egyszeri otthoni számítógépre követtek el, hogy ezzel kapcsolatban fog nagyon vizsgálódni a rendőrség, de például... Egy bank ellen elkövett bank ellen maga a bank is vizsgálja, és ott aztán ott nagyon komoly eszköz. No, de jó, de a banknak kicsit komolyabb is a védelme. Tehát ott azért egy bankot megtámadni nem olyan egyszerű dolog. Ők amúgy naponta szembesülnek ezzel, tehát ott nagyon komoly szekciók vannak, akik ezt figyelik. Én nekem az egyik bankkal van tapasztalatom, nem mondom már ki a nevét, mert véletlenül már egyszer kimondtam. Ők egyik legjobbak a Szlovákiában, tehát ők nagyon ügyelnek erre a biztonságra, és nagyon komoly szakembereik vannak, akiket úgy vigyáznak, hogy még az identitásuk sem nyilvános. Tényleg? Igen. Én olvastam olyan fogalmakat, hogy adathalászok és adathalacskák. Igen, adathalászat az általában olyan módon történik egy ilyen, ezeket általában ilyen kis számítógépek ellen követik el, hogy
például küldenek egy e-mailt, az is adathalászatot, amit mondtam, hogy bankokkal kapcsolatban. Igen. Tehát, hogy írja be ide az adatait, és akkor kiblokkoljuk a számláját. Tehát ők adatot gyűjt. Tehát aki erre ráakad, annak az adatai megvannak. Tehát hol tud fogni kisebb-nagyobb halat? Persze. Tehát ők ezzel foglalkoznak. Így van. Van hekkerek? Persze. Inkább, ezeket már inkább bűnözőknek. Bűnözők, adathalász inkább bűnöző. Bűnöző. Mert őnek, mert adathalászat, hogyha megvan az adatom, például valakinek a bankfiókjába is az ugye nincs esetleg jól levédve, de az nem kell nagy tudás, hogy azt felnyisse valaki. Tehát ha megvan a jelszavam, megvan a belépési nevem. Beszéltünk itt a kibernetikai biztonság, az egy csapatjáték valójában akkor? Kibernetikai biztonság... Ez inkább egy állapot, egy mérhető állapot. Egy olyan állapot, ahol meg lehet mérni azt, hogy egy adott szervezetnek az informatikai rendszerei mennyire vannak biztonságosak. A mai jelenleg jogi szabályozás kötelezi azokat a szervezeteket, állami közszférában működő szervezeteket és az állam által alapított cégeket, hogy betartsák azokat a szabályokat, amelyeket ugye a jogszabály előír. És ezt az állapotot lehet mérni. Tehát lehet mérni, hogy ez mennyire van betartva. Erre szolgál az audit, amit minden két évben kötelesek abszolválni ezek a szervezetek. Vannak magyarul helyesen tanúsítványai rendelkező auditorok, akiket a Nemzetbiztonsági Hivatal mellett működő kompetenciós központ certifikál, tehát a tanúsítványt ad ki nekik. És ők végzik ezeket az auditokat, ezt más nem végezheti el. Tehát ezt csak ők csinálhatják, és ők állapítják meg, hogy milyen az állapot abban a szervezetben, abban az állami intézményben, közszférában, vagy abban az állam által alapított cégben. És természetesen aztán kötelező van ez a szervezet arra, hogy javítson ezen az állapoton. Tehát ez egy nagyon leegyszerűsített megmagyarázása megint ennek a dolognak. Az egyszerű emberekre, hogyha visszatérünk, itt természetesen, ugye őket semmilyen jogszabály nem kötelezi arra, hogy védje a számítógépét. Itt inkább arra lehetne összpontosítani, hogy talán ilyen elvetni az emberekbe azt a tudatot, hogy figyeljenek oda erre. És ezt a beszélgetést, ezt ma én azt szeretném, hogyha ezzel a beszélgetéssel csak egy vagy két embernek a biztonság érzetét, vagy a tudatosságát növeljük, hogy azokat az informatikai eszközeimet védeni kell, vigyáznom kell, használni kell a józan eszemet, amikor azokkal dolgozom, vagy azokat használom, akkor már elérte a célját a mai beszélgetés. Ugyanis a világban egy olyan folyamat indult el már régebben, és ennek a sokat emlegetett bankok voltak az úttörői, hogy az emberek életének bizonyos eseményei, vagy bizonyos történései áttevődtek az online térbe. Tehát ma már nem nagyon megyünk bankba. Régen bementünk, bevittük az átutalási parancsot, vagy bementünk a postára befizetni a csekket. Ma már ezt meg tudjuk oldani online. Ma már nagyon sok mindent el tudunk online intézni. 2018 és 20 között az igazságügyi minisztériumban dolgoztam a akkori miniszter mellett, és ellátogattunk Észtországba, aki úttörője az online ügyintézésnek az Európai Unión belül. És ott akkor úgy volt, hogy három dolgot nem lehetett online elintézni. Nem lehetett összeházasodni, elválni, és ingatlant eladni. Azt a harmadikat nem tudom, miért nem lehetett, azt még fizikailag papíron kellett intézni. Hát ugye a házasodás válásnál az érthető, hogy kell az a fél, az a interakció. És ma már nem tudom, hogy van. Lehet, hogy már ingatlant is el lehet online adni. Tehát az észtek használtak az eszüket. De hát használták, igen. Eléggé komolyan. Amúgy nagyon-nagyon jól megvan nekik a toldva. Nagyon jó ki van találva az egész, megmutatták, és tényleg ott lehetett látni, hogy azt mondták, hogy elnyertük a Szovjetuniót, vagy Oroszországtól a függetlenséget,
és akkor nem csak ott egy egész államaparátust építettek föl, hanem egy, amúgy egy picike 2 milliós nemzetről igen. beszélünk, hanem egyszerűen megpróbáltam. Külön rendszert. Persze, de gyönyörűen működik nekik. Tehát ott előre volt számolva, ott ki volt nekik találva, ott nem úgy volt, hogy megalkottak egy rendszert, aztán rájöttek, amikor csatlakozott hozzá még másik 2-3 állami intézmény, hogy ja, ez nem bírja, akkor új szoftvert kell igen. venni, meg új hardvert kell venni, meg mindent, hanem ők azt kitalálták. Tehát ők arra adtak időt, szenteltek energiát, pénzt, kapacitást, mindent, hogy az jól működjön, és jól is működik. És tehát ők ebbe úttörők, hogy ezek az életszituációkat hogyan oldjuk meg az online térbe. És ez nem fog visszafordulni. Tehát ez visszafordíthatatlan állapot. Tehát egyre több és több dolgot fogunk tudni online intézni. Megoldani. Persze. És éppen ezért tudatosítaniuk kell az embereknek azt, hogy ebbe a kibernetikai térbe nem csak focilabdát rúgdosunk, mint ahogy azok a gyerekek, hanem információk haladnak rólam, rólad, mindenkiről, és ezeket meg kell védeni. Tehát ezt, ha lefordítom magyar nyelvre, akkor úgy szól, ha valamikor vitte a Bözsinéni a pénzt a postára, a Bözsinéni kellett megvédeni, hogy valami ne történjen a házától a postáig, hogy jusson a pénzébe. Igen. Most a kibernetikai teret kell védeni, hogy az tőlem jusson a bankba az online téren keresztül az a pénz, és ne utaljon máshova valami úton, módon egy hozzáértő szakember, aki félrevezeti a pénzemet. Persze. Egy nagyon egyszerű példát is tudok erre mondani. Történt itt ebben az országban egy eset, hogy egy cég külföldről, teljesen mindegy honnan, unió belül, rendelt egy nagy teherkocsit, de egy ilyen speciális felszereltségű teherkocsit, amit nem nagyon lehetett máshol megvenni jobb áron. Itt ugye ár volt a tényező, és kiment annak a szlovákiai cégnek a képviselő, kiment megnézni fizikailag azt az autót. Az az autó létezett, kipróbálta, beleült, mentek vele, kipróbálták a speciális funkcióit, minden szuper, megegyeztek, hogy hazajön, és küldik a számlát e-mailben. Küldték a számlát e-mailben. Elég rendben is volt. Rendben is volt. 5 perc múlva jött egy másik e-mail. Bocs, elírtuk a számlát, mert a nemzetközi utalásokhoz mi ezt a számlaszámot szoktuk használni. Tehát minden maradt a számlán, a faktúrán, ahogy itten fölvidéken nevezünk faktúrán, így jobban meg tudjuk különböztetni, csak a számlaszám, ahova utalni kell a pénzt, változott. Anélkül, hogy természetesnek vette az illetőt, és megfizette. Ez okozta a fatális hibát. Hatalmas hiba volt, ugyanis az történt, hogy ennek a külföldi cégnek az e-mail szervere fel volt törve, tehát a hackerek feltörték, de nem csináltak semmit, csak figyelték a kommunikációt. És amikor egy olyan magas összegről volt szó, amelyért nekik már megérte veszélyeztetni a pozíciójukat, abban a pillanatban lecsaptak. Tehát azt a másik e-mailt már nem ők küldték, nem az a külföldi cég, hanem a hackerek. És a saját számlaszámokat tették be. Akkor most kezdem megérteni, hogy adathalász. Mert egy halász, egy halat akar fogni, állandóan ott ül a vízparton, és várja, hogy legyen kapás. Hát igen. Tehát így várja az adathalász is azt, hogy valahol legyen kapás, akkor tudjam elodázni ezt a pénzt máshova? Igen. Tehát ez inkább nem csak adathalászat, ez inkább ilyen komoly hackeri munka volt, mert nagyon odafigyeltek erre a dologra. És ugye, hogyha jól fel lett volna állítva ennek a külföldi cégnek a biztonsági e-mailjének a biztonsági rendszere, odafigyeltek volna, frissítették volna a szoftvereket, tehát biztonsági technikát használtak volna, amit nem használtak, igen. tegyük hozzá, akkor ez nem biztos, hogy megtörténik. És ugye pénzt utalgatták ide-oda Európai Unióban, azt hiszem, hogy Romániában, vagy hol kötött ki a pénzt, kivették valahol, és azóta nincs nyoma senkinek. De még itt van egy tényleg egy emberi faktor, amikor azt mondjuk, hogy jött egy újabb számlaszám más. Fölhívom telefonon. Fölhívom, figyeljetek, valami változott közben, mióta én eljöttem onnan? Tehát ez a hiszékenységünk, amire néha azért
rá is. Pontosan, nagyon csúnyán is. Csak egy másik példa, ez Csallóközben történt, hát nem mondom szintén a község nevét, de az már hál' Istennek, ez azért itt mutatkozott meg, hogy milyen jó, hogy beszélünk erről. Tehát ott ugye tartottam nekik ezzel kapcsolatban egy iskolázást, beszélgettünk, egy két héten belül jött egy e-mail, hogy ehhez mit szólok. És képzeld el, egy olyan információ volt, hogy a könyvelő, aki az utalásokat végezte, kapott egy olyan e-mailt, hogy légy szíves, magyarul, légy szíves, erre a számlára fizessél meg, ha jól emlékszem, 18 ezer eurót, és ott a polgármester neve és az a kontaktbox, amiben ott volt. És akkor az volt a szerencse, hogy a polgármester így a szomszédos irodában is nyitva voltak ajtók, és azért miért küldesz nekem e-maileket, így rákérdezett. Aha. Hát miért nem szólsz ide, hogy fizessem? Azt mondja, miről beszélsz? Oda jött, és nem tudott semmit róla. Na, és akkor elküldték nekem, hogy nézzem meg, mert ők nem vettek észre egy nagyon fontos dolgot, hogy igaz, hogy az e-mail cím, a küldő e-mail cím, az pontosan úgy nézett ki, mint a polgármesternek az e-mail címe, csak a domén névből, tehát, hogy starosta.kukac, községneve valami.sk, ki volt hagyva egy betű? És ezt nem vették észre. Nem vették észre. Tehát, nem is figyelünk arra oda. Betűt, hát nem is, de nekem sem jött le elsőre, csak amikor elkezdtem vizsgálni, mert ugye ismerem azt a szervert, ahol működik az e-mail cím, néztem, mondom, hogy nem létezik, hogy hát itt nem ment ki ilyen e-mail, és akkor látom, hogy hoppá, ez nem is onnét ment. Aha. Ilyen egyszerű. Ilyen trükköket is bevetnek. De hogyha és ugye az volt a jó, hogy sokat beszélgettünk ilyenről, és én aztán rögtön írtam nekik, hogy ez sűbesülsön, ilyet ignorálni kell még minden. De ezt a történetet már fel tudom használni én is, hogy itt is elmondjam, és azóta mindenhol elmondom, ahol vagyok, hogy erre nagyon vigyázzanak. És aztán volt olyan községi hivatal, ahol bizony volt ilyen gyakorlat, hogy a polgármester csak odaszólt, hogy légy szíves, fizess meg ilyet, vagy fizess meg azt, és aztán a polgármester azt mondta, most már akkor nem. Hát akkor ez így nem lesz, hogy nehogy minket meglopjon valaki. Pontosan. Tehát van foganatja, és ez a jó. És az lenne jó, hogyha tényleg az emberek is odafigyelnének ezekre a dolgokra. És sokszor, ha valami problémájuk van, ne a unokaöcsköshöz forduljanak, aki jól tud játszani PlayStation-nel, vagy valami kis számítógépes játékokkal. Tehát hanem forduljanak szakemberhez, aki, bocsánat, csúnya kifejezés, de ezért van fizetve. Aki ért hozzá. Igen. Azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünk célja is az, hogy az embereket, vagy az emberek figyelmét fölhívjuk arra, hogy milyen veszély fenyegeti a jelenlegi világot a kibernetikai térben, online térben, számítógépes rendszerekben, de még azt szeretném kérdezni, amikor a jelszavakról beszéltünk, mennyi ideig hagyjunk egy jelszót? Én 3 havonta változtatom ennyi meg, én jelszavaimat. Így mondom, tehát például azt tudom, hogy a állami szektorban 3 havonta szintén cserélni kell. Egy egyszerű állampolgárnál, ahol csak a saját személyes információ legalább évente egyszer, de évente egyszer biztos cserélném. Tehát változtatni kéne évente egyszer legalább. Beszéltünk a vírusokról is. Igen. Hát ugye nem csak számítógépi vírus létezik, hanem van ez a Covid dolog is. Igen. Ezek a vírusok velünk maradnak jövőre, és a számítógépes vírusok? Persze. Ugye itt a vírust azért nevezik. Kiírta nem lehet? Nem. Mert mindig úgy. Ez nem olyan vírus, mint például a Covid, hogy vagy akár a influenza, hogy adok egy jó gyógyszert, és meggyógyulok. De például mind a ketten voltunk covidosok, te kétszer is, ha jól tudom. Igen. Azért tudom, hogy hiába volt, egyszerűen is oltottak bennünket, ugye? Egy időben valahogy, hogy lehet, hogy be vagyunk ott, de előbb-utóbb úgy is előjön. Viszont azért, hogy értsék az emberek, a vírus, a számítógépes vírus, azt így a köznyelvből vettük át, hogy vírus, de tulajdonképpen ez egy kód, ez egy számítógépes kód, amit valaki, egy másik ember azért írt,
hogy annak a következőnek rosszat tegyen. Tehát, hogy megszerezze az adatait, vagy ellehetetlenítse a számítógépének a működését. Tehát, ha jól értem, ugyanaz a COVID vírus csak Pepitában, ott az embereknek az egészségét akarják megsemmisíteni valójában, itt pedig a számítógépes dolgokat akarják tönkretenni. Információt akarnak elvinni, vagy az információt megsemmisíteni, vagy elérhetetlenné tenni, vagy úgy módosítani, hogy az ő nekik legyen jól. Tehát rá akkor jönnünk arra, amit már nagyon régen mondtak, amikor a számítógépek kezdtek úgymond divatba jönni, hogy az információ az nagyon drága. Bizonyon nagyon drága. Egyik legdrágább komoditás a mai világban. Tehát mondjuk, hogy gáz, meg villany, meg ugye van több ilyen élelmiszer is, amit komoditásnak neveznek, tehát egy ilyen alapvető dolgoknak. Az információ az egyik legdrágább ilyen komoditás lesz. De azért beszéljünk jó dolgokról is. Mondjuk. Tehát nem nagyon szeretném, hogyha majd, ha befejezzük a beszélgetésben, nem tudom, mennyi idő van, de már többször is beszélgettem veled, és sokszor nem vettük észre az időt, mert kevés emberrel lehet ilyen jót beszélgetni. Azért ez az informatika világa, azért nem olyan sötét világ. Tehát ez azért jó, hogy van. Tehát az embereknek lehet, hogy meggyorsította az életét, lehet, hogy új veszélyeket is teremtett, de azért, ha jóra használjuk és tisztességesen használjuk, akkor nagyon szépen ki tudja szolgálni az emberi társadalmat. Fel tudja gyorsítani az ügyintézést. Tehát ugye Szlovákiában is egyre több olyan törvény hoznak a törvényalkotók, hál' Istennek, hogy legalább ezt rendesen csinálják, hogy ez az antibürokratikus törvény, tehát hogy milyen információkat a közhatalmat, vagy az állami szférát gyakorló hivatalok nem kérhetnek már az emberek, hanem maguknak kell megtalálni azokat az információkat, az állami informatikai rendszerekbe. Tehát ez jó, hogyha elmegyek valamit kérni például, akkor nem kell 87 papírt először összeszednem hivatalosan, hitelesítve, jóváhagyni. Tehát nem megy el arra a fél napom, vagy akár több napom is, hogy összeszedem ezeket az információkat, például, hogy kérjek egy rendszámot, csak most példát mondok. Hanem már bizonyos információk automatikusan közlekednek az online térbe. Igaz, ennek még az előnyét nem nagyon látjuk, mert sajnos egy picit el lett rontva itt az informatika szolgálatba állítása az emberek érdekében ebben az országban, de reméljük, hogy ez javulni fog. Reméljük, hogy javulni fog, és reméljük, hogy egyre jobb és jobb lesz. Tehát vannak olyan dolgok, amik a jóra mozdítják elő. Tehát jót mozdítják elő. Tehát az ember nagyon sok időt tud megtakarítani, amit rááldozhat azokra az emberekre, akik fontosak neki. Természetesen több információs is hozzájuthat az informatikai... Persze. Hát ugye ez szült magában mondva csinált szakértőket, akik ugye COVID alatt vagy nagyon-nagyon nagyokat mondtak, vagy pedig ugye itt, amit a Világi úr is mondott a beszélgetésé, vagy annyi olajszakértő, amennyi Szlovákiában van, annyi olaj sincs, ugye mindenki ért hozzá. Úgyhogy ilyen érdekes ez az egész, de én azt hiszem, hogy még mindig több a pozitív hatása ennek az egésznek, mint a negatív hatása. Csak nagyon-nagyon fontos, hogy az ember tudatában legyen annak, hogy ugyanúgy, ahogy a fizikai világban, ugyanúgy az online térben, ott vannak a veszélyek. A józan eszünket kell használni. Ha egy forgalmas városba átmegyünk az úttesten, körülnézünk, nem rohanunk neki a zebrának, vagy az úttestnek, csak úgy, hogy körül se nézek. Mert nem biztos, hogy minden autó meghal. Hát így van. Tehát itt is hallgatni kell a józan eszünkre, oda kell figyelni, megtenni azokat az alapvető dolgokat, amikről ugye beszéltünk. Attila, én úgy gondolom, hogy itt is az egész beszélgetés folyamán az jött le, hogy a jó és a rossz kéz a kézbe jár. Mert megjelenik a jó, ott jön a rossz. Igen. Ahol van a rossz, oda mellé kell társítanunk a jót. Igen. Amikor először beszélgettünk erről még fölvétel nélkül, akkor említetted, hogy ez a kettő, ez harcol, vagy küzd egymással.
és hogy ugye ott vannak a rendőreink, és hogy amikor ugye régen ugye mafiózókat kergették, igen, hogy az milyen volt, és akkor mondtam neked, hogy az egy kicsit más harc volt, mert ott, hogyha még nem is tudtak rájuk bizonyítani semmit, hogy elkövettek valami bűncselekményt, azért tudták, hogy ki az ellenfél. Itt sajnos sokszor nem tudjuk. Tehát lehet a szomszéd gyerek, és lehet egy állam által megbízott orosz hacker is, akinek ők által. Bárki. Itt nem tudjuk, ki ellen harcolunk, ki az a rossz oldal, ki képviseli azt a rossz oldalat, de ettől talán egy kicsit bonyolultabb, de nem lehetetlen. Nem lehetetlen, pont ez jó, mert harcolunk valaki ellen, aki ellen talán nem tudjuk beazonosítani ki, persze, de kellene harcolni, hogy a jó megmaradjon. Így van. Én azt mondom, hogy nagyon sokkal beszélgethetnénk. Még annyi téma most eszembe jutott erről, hogy... És ezt akarom mondani, hogy szentelhetnénk egy másik beszélgetést a fényes oldalának az egésznek. Az nagyon jó lenne. Mert előbb mondta, csak a fekete oldaláról beszélgettünk. Inkább azt neveznénk, hogy az árny oldaláról beszélgettünk a számítógépes világnak, a kibernetikai térnek, hogy az embereket tájékoztasd arról, hogy milyen veszélyeket is rejt a számítógépes technika, technológia magába, de mindenek ellenére rétszik egy fényes oldal is ennek a dolognak, amiről talán még többet tudnánk beszélni, mert gondolom az árnyolda az egésznek egy 25%, a fényes legyen 75, ha jól tippelek. Hát nem tudom itt százalékban megmondani, ez hogy van. Akkor jól tippeltem. Biztos, hogy sok-sok pozitívumot tudunk mondani. Itt a Covid alatt ezek a pozitívumok nagyon előjöttek. Persze kiemelkedett megint az a rossz is, de például otthoni munka, akkor például csak ha vesszük az egyházakat, ugye nem mehettek az emberek templomba. És milyen jó volt az, amikor az ember le tudott ülni egy számítógép mellé, és hogyha már nem mehetett arra a vasárnapi misére, vagy Isten tiszteletre, ugye vallástól függetlenül, vagy ugye, akkor azért legalább ott megnézhette, hogy mi volt ott, főleg az idősek, akiknek sokkal jobban integrálva van a lelkükbe az az Istenhez való közelség. De például az otthoni munka, hogy milyen jó, hogy nem került utcára az a sok-sok ember, akik például irodában, igen, meg tudták ezt mondani, jó, hát egy pék nem tud online sütni, ugye, tehát annak be kellett menni a munkába. Ezt nem tudom elképzelni. Ugye, de például nagyon sokan, akik tudtak itt dolgozni, el tudták végezni a munkájukat, milyen jó, hogy meg tudták tenni. Tehát ha ez nem lenne az eszköz... Ha már a péknél vagyunk, de a péknek a könyvelő otthon el tudta végezni. Így van. Tehát muszáj társítani hozzá valakit, ugye, mert azt a munkát, amit fizikailag el kell végezni, azt online nem tudjuk. Azt nem de lehet. Aki végzi, ahhoz is valaki tartozik, aki talán online el tudja végezni azt a munkát, ami hozzá kötődik. Pontosan. Szóval pontosan. Én azt mondom, hogy ha azt mondod, hogy legyen ennek a beszélnek folytatása, biztos találunk rá. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Én is szívesen fogok látni, és azért mondtam azt, hogy ma inkább az árnyoldaláról beszéltünk ennek az egész számítógépes dolognak, és valahol megpróbáltuk elmondani, mi az a kibertér, egy focipályához kezdtük hasonlítani. Nagyon leegyszerűsítve. Leegyszerűsítve, de hát azt mondjuk, hogy Náceg és New York között is egy kibertér van, igen, és ebben mozgunk, és ez ma azért kibővített, ahol rengeteg veszély van. Igen, és egy dolgot még szeretnék elmondani így a végén, hogy kezdődik október, és október, minden év október az Európai Kibernetikai Biztonság hónapja. És az idősek hónapja is. És az idősek hónapja is, úgyhogy nagyon-nagyon sok rendezvény, nagyon sok konferencia lesz ebben a hónapban, és hát végül is nagyon jól időzítettünk, ha bár az én hibám miatt készült csak így utolsó pillanatra ez a beszélgetés, mert nagyon, nagyon nem érkeztem, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy beszélhettünk erről. Nagyon örülök neki, hogy el tudjuk juttatni a hírt, az üzenetet az embereknek, és nagyon örülök ennek a platformnak, nem csak azért, mert eljutottuk, hanem hogy magyarul is el tudjuk juttatni. Tehát Szlovákia, hál' Istennek, nagyon jól áll a kibernetikai biztonság területén. Nagyon sok fölvilágosító információ jelenik, mert nagyon sok olyan propagációs anyag, de többnyire, mint szlovák nyelven. És hát most így nagyjából meg tudtuk közelíteni ezt magyarul is. Magyarul is hallhatták a kedves hallgatók és nézők. És természetesen
ha visszatudunk térni, térjünk vissza a fényes oldalra, a jó oldalra, és beszéljünk arról, hogy mi minden pozitívumot is tud nekünk ez a világ nyújtani. Én nyitott vagyok erre, és nagyon szívesen jövök. Én is, hogyha a műsornak lesz folytatás, vagy folytatódik az én műsorom, vagy a mi műsorunk, akkor bizonyára visszatérünk rá, hiszen ez alatt a, hát mondhatom, másfél óra. Ez alatt az idő rendesen. Sok mindenről beszélgettünk, és sok minden bennem is újra értékelődik a számítógépes technikával, technológiával kapcsolatban, amit ha újra gondolok, bizonyára, amikor fogunk beszélgetni a fényes oldalról, majd meg fogom akkor kérdezni. Én örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm stúdióban. Szépen, hogy itt lehettem. Remélem, hogy nem bántod meg, hogy idejöttél. Nem, azt biztos nem. És tényleg, ahogy mondtam, hogyha lesz mondani valód, szívesen látok újra a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.